kedves nézőinket! Kérem, tekintsék meg a Suli TV szeptember hónapról készült összefoglaló adását. Beindultak a szakkörök, korepetálások, tehetséggondozások. Újdonság az idén az íjászat, melyet szerdán délután gyakorolhatnak a gyerekek Kassa József segítségével. Megkezdődtek az orvosi szűrővizsgálatok. Szeptember 14-én a 8. osztály, október 11-én a 7. osztály védőnői és fogorvosi vizsgálaton vett részt a Honvéd utcai rendelőkben. Megtartották az első szülői értekezleteket. A szülői munkaközösség idén is megszervezi a Mikulás partit, és október 13-án használt ruhabőrzével próbálkoznak. Szeptember 21-én megtartottuk a Fekete István emléknapot. Az alsósok osztályonként, a felsősök csoportonként vetélkedtek. Névadunk életéből, műfejből mérték össze felkészültségüket. A 8. osztályosok értékelték a teljesítményüket. Mindhárman ki kell rakni, 8 perc alatt, plusz itt van még egy keresztrajt. Egy szeretőbbet is csinálhatok. Igen, feloszthatjátok a feladatokat, ahogy akarjátok. Kezdhetjük? Várjátok. Ide jelentek veszek fel a csapatnál. Várjátok az időt. Igen. Akkor indíts. Várjátok. Most kevesebb idra jön, hogy mindig az időt. Remélem, hogy mindenkinek sikerült a tudását kicsit elmélyíteni a Vidrák terén, Vidrák életéről, és ennek a napnak az a célja, hogy névadunkról minél többet megtudjunk, Fekete Istvánról, a műveiről, és most konkrétan a Ludra című művéről és a Vidráról. Az eredmények a következők lettek. 8. helyezett, és nem tévedés, lett egy holt verseny, úgyhogy 9 csapatból 8. helyezést ért el a Sajtburgerek csapata. Csapatkapitán kérem szépen, hogy jöjjön. 7. helyezett Buk csapata. 6. helyezett Vidronauták csapata. 5. helyezett Szilver Farkasok. 4. helyezett Lutrák csapata. 3. helyezett Balatoni Bajkeverő. Második helyezett Balatoni Vidrák csapata. És már tudjátok, hogy 2 első helyezett született, a 6. osztályból az egyik Vidra királyok csapata. Nem voltak, azt még hozzá is tesszük, hogy a végül. És a Csövi Csubik csapata lett a második helyezett. Gratulálok! Köszönöm szépen a versenyt! Szeptember
december 27-én atlétikai diákolimpián vettek részt tanulóink Kaposváron. A fiúk távolugrásban és kislabdahajításban 5. helyen végeztek. A lányok 4. lettek dobásban, 1. magasugrásban. Az Amádi Fekete István általános iskola csapata 120 cm-es átlaggal. A csapattagok Picsor Nóra, Intér Jázmi, Picsor Zsófia, Kutyara Petra és Edith Szenő. Október 5-én az 5. osztályosok közreműködésével megemlékeztünk az aradi vértanúkról a Városháza mellett, majd kerékpárral tekertek a Hősökről elnevezett utcákban. A tanév elején a 7. osztály pályázat keretén belül részt vett a határtalanul kiránduláson Felvidéken. A 3 nap alatt sok településen jártak, nevezetes emlékhelyeket tekintettek meg. Szeptember 20-án Szekszárdon jártak atlétáink. Szabó Vivien súlylökésben első lett. Orváth Izabella távolugrásban 5. lett szoros versenyben 15 gyermek között. Picsor Zsófia és Pinter Jászmi 60 méter síkfutásban az elődöntő volt, tovább jutva a döntőben a 2. és 3. helyen végeztek. Vivien kislabdahajításban is szerzett egy bronzélmet. Jászmin magasugrásban is versenybe szállt, de nem sikerült megközelíteni a legjobb teljesítményét. Így is felállhatott a dobogóra. 15 cm-es eredménnyel. Második helyezett Gülisítóra Öcsi, szintén 115 cm-rel. És a versenyszám győztese, regionális bajnok, Frey Dóra, Szexádi Sportközpont, 130 cm-es eredménnyel. Gratulálok! Október 7-én Budapesten rendezték meg a 2. Pesti Sportollas Labdakupát, ahol U13 és U15 korosztályban indultak versenyzőink. Szabó Gergő 3. lett csoportjában és végeredményben 5.-6. helyen zárt.
Balázs Attila csoportjában második helyet szerezte meg, de az elődöntőben kikapott a későbbi győztestől, mint végül a harmadik helyen végzett. Szabó Rékáig egy csoportban játszott a körmérkőzéseket, és végül ő indul az érmesnek. Ez az, szép volt! Az iskoláról bővebben a suli weboldalán találhatnak információkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a jövő havi viszontlátásra! Okay.